Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás március 7-éig. A felső kártyán láthatunk egy koporsót. Természetesen előfordulhat, hogy itt örökösödési ügyről van szó, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a koporsó azt jelenti, hogy valamit lezárunk, vagy valami véget ér. A koporsó alatt látható egy út. Ezt tekinthetjük úgy, mint a mi sors útunk. Mindenhol ott vannak a kövek. Ezek kihívások, nehézségek, gyakran személyek, akik ártanak nekünk. Egy nehéz út. De szerencsére ez a koporsó ezt most lezárja. Nem csak a koporsó segít ebben, hanem az egerek is. A harmadik képen az egerek láthatóak, és ahol ez a kártya megjelenik, ott az egerek mindent felfalnak, és akkor az nincs ott. Tehát eltávolítják a köveket, és itt lesz egy javulás. Most megtekintjük, mi várható a szombati napon. A felső kártyán láthatóak a halak. Ennek több jelentése van. Utal a pénzügyi dolgokra. A halak alatt ott van ez a lovas férfi. Az jelentheti azt, hogy itt lesz mozgás, tehát jön pénz a házhoz. A lovas férfi jelenthet mozgást, autót is, az lehet, hogy valaki eladja az autóját, és így jut pénzhez, vagy vesz egy autót, és itt lesznek kiadások. Ez a lovas férfi jelenthet egy férfit is, és segít abban, hogy az anyagiak rendeződjenek. Visszatérve a halakra, ez nem csak a pénzre utal, hanem a belső értékekre és lelki dolgokra is, és itt lesz mozgás, lesznek újdonságok, amit a gyermekek mutatnak. Ez a kártya jelentheti természetesen a gyermekeket is. Előfordulhat, hogy itt vannak pénzügyi dolgok, lesz kiadás, de ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése, és utal újdonságokra, vagy egy új kezdetre. Én úgy mondanám, itt bevétel lesz és nyeremény. Most megtekintjük a vasárnapi napot. Én ezzel a férfival kezdeném, mert ő áll itt a középpontban. Mellette ott van a hold. Az mutatja az ő álmait, reményeit, az ő terveit. Azt is, hogy várakozik, inkább visszahúzódó. És mi a terve? Azt mutatja ez a fa. A fa azt jelenti, hogy kell számára egy hely, ahol legyökerezik. Vagy élni akarja hivatását, vagy költözködni akar, vagy úgy érzi, mennyire fontos ez a párkapcsolat, és kell számára ez az érzés, igen, itt megérkeztem, itt le tudok gyökerezni. Ez utal a biztonság érzetére. A holdnál lehetnek anyai témák is, mert a hold szimbolizálja az anyai érzelmeket. Te utal az ő érzelmeire is, mint mondtam, megvannak a vágyai, a reményei, az álmai. Kell számára ez a biztonság érzete. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!